Itt állunk a Zrínyi kirohanása előtt című 1903-as képnél. Ebben nagyon sok olyan motivum van, amit figyelemre méltónak tarthatnánk. Csontvári 1903 nyarán Jajcéből érkezik haza Magyarországra, és ő is elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a magyar mitológiának a fő fejezeteihez valamennyit hozzátegyen. Tudjuk, érezzük, magunk körül van ekkoriban a millénium nemzeti pompája, a nemzeti kultúra nagyszerűségéről szóló ezernyi bizonyíték. Ekkor épül a városligeti milléniumi falu, a Vajdahunyadvára, ekkor épül fel a Zeneakadémia, óriási építőkedv jellemzi a Székesfővárost. Ez az a pillanat, amikor először lehet szabadon szólni a magyar történelem valóban szabad, mitológikus, nemzeti pillanatairól. Ezek közé tartoztak természetesen azok a művek, amelyeket a megkésett magyar nemzeti tájképfestészet valósított meg. Csontvár is valamit hozzá kíván szólni ehhez a nemzeti mitológiai panteonhoz. És maga elgondolkozik azon, hogy talán a Zrínyi mitológia mozzanatai lennének azok, amelyek a legalkalmasabbak lennének a számára, és maga, aki korábban fondorkodott azon, hogy csataképfestő lesz, vagy bibliafestő lesz, a Zrínyi mitológia történetében, a Szigeti Veszedelem eposzában talál egy-két olyan mozzanatot, amiről azt hiszi, hogy a millénium mondani valójához hozzájárul. De mint említettem, Csontváry már a modern művésznek az a változata, aki egy lépést nem tud tenni a természet valóságos megismerése és a természetben benne levés inspirációja nélkül. Ő nem tud műteremben dolgozni, ha nincs a természettől fogva számára adott első inspiráció. Így történik ez a szigetvári kép esetében is. Elhatározza tehát, hogy képet fog festeni a Szigeti Veszedelem eposzi jeleneteiről, és tanulmányozza a forrásokat. Elsősorban a Szigeti Veszedelem, az eposz, a Zrínyi unoka hőskölteménye, az első számú forrás. Hogy mennyire izgalmas és mennyire aktuális esemény volt ez a Zrínyi mitológia, mutatja, hogy Mikszáth Kálmán is például lényegében ugyanekkor az új Zrínyiászban Zrínyi Miklóst és csapatát feltámasztja, és egy modern világ vasutai és tőzsdéi és bankjai közé küldi őket. Mikszáthnál ez ironikus, kritikus gesztus, fricska volt. Csontváry teljességgel átéléssel és mély, hazafias önátadással kezelte a Zrínyi témát. A döntés végül is az, hogy rekonstruálni kell az 1566-os kirohanás eseményeit, erre legalkalmasabb vélelme szerint Szigetvár volt, el is határozza, leutazik Szigetvárra, megfesti a képet. Beszállásol az Arany Oroszlán szállodába, és tájékozódik a vár holléte felől. A helyzet azonban az, hogy a szigetvári vár még nem kultuszhely. A szigetvári vár egy egyszerű mezőgazdasági uradalom, annak minden jellegzetes eszközével, tulajdonságával, alkalmazottjával. Górékat látott, budikat látott, gémeskutat lát, rosszul ruházott férfiakat és nőket, csintalan mocskos gyerekeket, sarat, disznókat, amelyek ott túrják a sarat, és szembe kerül azzal a feladattal, hogy neki a nemzeti mitológia nagy ábráját, nagy tablóját kell megfesteni. Mit tud tenni? Ebben a pillanatban látjuk ezt az aszcéniás alkatú, sietős beszédű magyar művészt 1903-ban, amin zavarban van, nem lát hatalmas várfalakat, nem látja Zrínyi Miklós palotájának romjait, nem látja a hidat, ahol kirohantak a törökre ezek a vitézek, nem tudja elképzelni, hogy milyen ruházatuk volt, semmi nem őrzi ennek a nagy eseménynek a nyomait ebben a térben. Csak az van, amit a mindennapok közönsége szintjén regisztrálhat, amit az előbb elsoroltam. És látjuk, amint egyre izgatottabb és egyre reménytelenebbül gondol arra, hogy neki a nemzeti nagy mitológia eseményét kéne megcsinálni. És nem tágít a gondolattól, összeszedi a látványokat, agyában lefényképez mindent, ami lefényképezhető, és aztán elkezdi
a Zrínyi kirohanását. Monumentális képpé nem tud válni. Az események, a tárgyak feltehetően olyan erővel hatnak rá, amelyek hatására képtelen óriási méretű kompozíciót, ami egyebekben eredeti szándéka volt létrehozni, beéri kevesebbel is. És ez a kép, és most már nézzük meg részleteiben és alaposabban, ez a kép tökéletesen mutatja a modern művésznek a gondolkodásmódját, és speciálisan Csontváry gondolkodásmódját, amiben nagyon sok szemléletes és sokat mondó elem van. Az első mozzanat talán az, hogy hogyan is fogja pótolni mindazt, ami nincs, az elképzelés kísérletével. Csontváry elképzeli, hogy miképpen is mutathatott, hogy is nézett ki, milyen is lehetett Zrínyi Miklós palotája. Nyilvánvalóan nem egy reneszánsz palotát látunk a képen. Csontváry képzeletének és emlékezetének terméke az a klasszicista városháza vagy kastély, amiből Magyarországon olyan szép számmal van, és jól ismerjük, de semmiképpen nem Szigetvárra jellemző ez. Talán még az oroszlán szállónak a homlokzata is felderenghet ebben az épületben. Aztán a vésznek nagynak kell lennie. Lángokat bocsát erre az épületre, látjuk az elüszkösödött gerendákat, majd az angol gótikára jellemző, szigorúan függélyes, négyszögletes tornyot fog oda konstruálni a kép fölé, ami ugyancsak nem létezett Szigetváron, de Csontváry szándéka mindenképpen az lehetett, hogy ő egy hősies, nagyvonalú kompozíciót készítsen itt el. A tűzvész készen áll, a kép drámai elemei megvannak. De hát a szigetiek, a katonák nem tudja felidézni, hogy Zrínyi Miklós környékén 1566-ban milyen viseleteket lehetne föladni a katonákra. Számára a legközelebb, és számára jól ismert az éppen aktuális magyar arisztokrácia viselet, a díszmagyar. Zrínyi Miklósra a díszmagyar jelmezét fogja adni, ebben sülögtek, forogtak jellegzetes nagy nemzeti ünnepek során a magyar főrendek és a miniszterek, ebben láthatta Andrássy Gyula külügyminisztert is talán, amint fontos államjogi gesztusokat tett. Zrínyi Miklósra is ráhúzza a magyar főrendek díszmagyarját. És még mindig nem megfelelően ünnepélyes a kép. Emlékezetében ott van, hogy talán a szállodában, talán a vendéglőben, ahol olvasta a Sziget és Vidéke című újságot, ott volt az asztala mellett két dézsában pálma. Ezeket a pálmákat is kölcsönkéri. Egy gyönyörű gondolati művelet a képen, kölcsönkéri valahonnan máshol, máshonnan a polgári élet színtereiről, és szerepeltetni kezdi a képen. Tökéletesen idegenek a kép eredeti szerkezetéből és az élmény szerkezetéből hiányzanak ezek az elemek. Ez gondolati művelet eredménye. Aztán úgy gondolom, ennek a körnek itt a csúcspontja az a két sötét figura, ami a középső kapubejárat két oldalán van elhelyezve, akinek a memóriája élénkebb, és fel tudja idézni, hogy a budapesti Kodály köröndön milyen szobrok vannak, azok valószínűleg egy csapásra ráismernek arra Róna Józseffére Zrínyi Miklós szoborra, amit 1902-ben avattak a Székesfővárosban, és ami hát a főváros nagy szoborépítési programjának a része volt. Csontváry is látta ezeket a Zrínyi szobrokat, és a koncepciójának a megerősítése érdekében Zrínyi Miklós két példányban is ide helyezi a képre. Azután hát a törökök. Nem tanulmányozta nagy méretekben a tömeget, nem tud tömeget festeni. Szembe kerül azzal a képtelenséggel, hogy neki itt most egy hadsereget kellene ábrázolnia, és nincs gyakorlata benne, és valami bűbájos elengedettséggel jeleníti meg itt a török katonákat, akik egyértelmű jelbeszéddel
kommunikálnak egymással, fenyegetik egymást, gondolhatni, hogy egymás édesanyját is emlegetik, és afféle gyermekes csintalansággal idézik fel a nagy történelmi konfliktust, ami természetesen ennél fogva nem idézhető fel, vagyis a Zrínyi kirohanása című kép nem igazán alkalmas arra, hogy a nagy történelmi eseménynek a millénium szellemében történő megvalósításává váljon. Mulatságos, kedves, ironikus, e világon kívüli kép a Zrínyi kirohanása, sokkal inkább a képzelet ábrája, mint a valóság tapasztalata, ami az ecsetjét mozgatja. De Csontváry kép ez is, és nem lennénk hűségesek Csontváry szelleméhez, ha nem említenénk meg, hogy a kép összeállításában és elkészítésében Csontváryt milyen mértékben vezette a múlt művészetének inkább a megérzése, mint a tapasztalata. Ő a 19. század romantikájának a szellemét minden bizonnyal átérezte, és milyen magáinak gondolta. Rendkívül jellemző és erős szimbólum a lecsonkított fa, a füstbe burkolódzó fakorona. Ez egy tragikus végkifejlett előjele lehet talán. És rendkívül szép, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a Biedermeier festészetének a visszhangját jelenti az a bűbájosan harmonikus kék ég, a zöldbe váltó, majd narancsos és vérvörösbe átforduló naplemente jelenet, ami ugyancsak némi jelképi értékként egészíti ki a képet. Csontváry maga sem tekintette a művet fűművének, nem büszkélkedik vele, nem emlegeti túl sokat, és kiállításokon sem javasolja nagyon mutogatni. De a mi számunkra hallatlan jelentősége van ennek a képnek, mert mutatja, hogy Csontváry a részletekben milyen nagyon önállóan, milyen szenvedélyesen, és mennyire sok formai telitalálattal és gondolati telitalálattal tudja a jelen élményeit a múlttal összekötni. A részletekről szólva emlegethetünk itt még számos Csontváry képet is. Ezek között talán az 1903-as időszak legfontosabb alkotását, a Vihar a nagy Hortobágyon című képet emlegethetném. Csontváry ekkoriban már egy nagy horvátországi, dalmánciai utazás után van, mint említettem, a Zrínyi kirohanása előtt Jajcéból érkezik. És ez nagy váltás, mert hiszen Európa után visszatér Magyarországra, arra az országra, ahol ő igazán otthonosnak érzi magát, és amiről olyan megható, szép sorokat ír folyamatosan, mindazokban a szövegekben, amelyek ma a rendelkezésünkre állnak. A nemzeti mitológiai körhöz tartozik természetszerűleg a Vihar a nagy Hortobágyon című képe is. A kép megszületésének históriájához nagyon érdekes adatokkal szolgálnak a Csontváry feljegyzések, hiszen minden bizonnyal nagyon nagy élmény lehetett a számára, hogy az ekkoriban felépülő Uránia filmszínház, ami hát a szecessziós építészetnek egy igen példamutató teljesítménye, ma a Színház és Filmművészeti Egyetem van ott, és a Nemzeti Filmszínház igazából. Hát itt bemutatják az első magyar mozgófilmeket. Csontvárynak minden bizonnyal nagyon nagy élménye volt ezeket a filmeket látni, és a Csontváry Múzeumnak nagy fogyatéka, hogy ezekből a filmekből most itt semmit nem tudunk felidézni, hiszen milyen nagyszerű találkozása lenne a kiállítás látogatójának egyszerre Csontváry képével és azzal a dokumentumfilmmel, amit láthatott az Uránia mozgófilmszínházban, bizonyos Harangi György jóvoltából, aki egy debreceni fotográfus volt és mozgófilmet készített. Csontváryt rendkívül módon meghatotta ez a film, és azt gondolta, hogy valóban a nemzeti származásnak, a nemzeti jólétnek, a nemzeti karakterjegyeknek a puszta fog igazán hatásos foglalatául szolgálni, és ennél fogva levelezésbe fog Harangi Györggyel, a debreceni fotográfussal, meg is egyeznek abba, hogy Csontváry elmegy a pusztára, Harangi vendégül látja, kiutaznak Balmazújvárosba, megnézik az Etyeki pusztát, és kimennek természetesen a kilenc lyukú hídhoz, a Hortobágy folyócskához is. Csontváry mindenképpen egy mozgalmas, romantikus, a nemzeti cselekvőkészséget és erőt bemutató festmény kíván létrehozni a Vihar a nagy Hortobágyban. A helyzet azonban az, hogy a puszta
csendes, nyugodt, poros, nagyon elhasználtnak tűnik. Délelőtt érkeznek ki, nem mutat semmiféle életjelet a puszta. A delelőben vannak a jószágok, a fű nem mozdul, a kutyák nem csaholnak, az állatok csendesek, a gulyások, csikósok, kanászok elpihentek, árnyékban vannak. Nem az a mozgalmas és energiától kicsattanó erejű látvány ez, amire Csontváry várt. A dokumentumfilm minden bizonnyal vágtató méneseket mutatott neki, és ustoraikat csattogtató csikósokat. Mindezeket nem látja. Egészen addig a pillanatig, míg aztán kora délután, és erről szól feljegyzés utalása, szél nem támad, a fű nem kezd hullámzani, kutyák elkezdenek csaholni, ugatnak, egy-két állat föltápászkodik, alig ha nem meg fog változni az idő, felhők jönnek, eltűnik a szürke, semleges ég, fénynyalábok, ellenfények támadnak az égen, sötét és világos felhők egyre többen vannak, a szél is erősebb lesz, alig ha vihar nem lesz, mondhatják az ott élők, fölkap lovára a csikós, rácsördít az ostorával, a gulyások is úgy találják, hogy egybe kell terelni a marhákat, a szél is fúj, borzolja a vizet. Egy szóval Csontváry tanúja lesz egy olyan életképnek, amely most már feltétlenül egybevágó, avval az ideával, amit ő korábban megfogalmazott magának a pusztáról, vagyis azt a képet meg tudja már festeni, a természet ad megfelelő és elégséges inspirációt ehhez, amelyben az ember és a természet együttműködése, az állat és a növényzet együttléte és harmonikus egymáshoz tartozása bemutatható. Ez az a bizonyos nagy egész, amit nem talált meg Csontváry a Raffaello képekkel szemben, és ez az, amiért Raffaello díszletfestőnek merte mondani. Csontváry az élet és a természet minden mozzanatát megpróbálta a lehető legteljesebb egységben érzékeltetni. És a Vihar a nagy hortobágyon című kép 1903-ban egy nagyon jó előtanulmány ehhez a problematikához. Vagyis ahhoz, hogy hogyan lehet az egészet bontatlanul, elemeiből, különböző elemeiből, de egységként megmutatni festőileg is. Vagyis, hogy a reprezentációban hogyan lehet organikus, szerves egész az, ami látványként külön-külön más-más élettani funkciókat tölt be. Csontváry tehát ezt a puszta képet elkészíti. Nem rendelkezik természetesen azokkal az akadémikus készségekkel, amelyekkel oly bombasztikus és pontos anatómiailag hiteles látszatrajzait adhatná az itt előforduló eseményeknek, de rendelkezik a természeti események átérzésének képességével, és ez az átélés és ez az átérzés minden mozzanatát, minden milliméterét átitatja ennek a képnek, és lesz belőle egy romantikus, robogó energiával telített, gazdag, csattanó kép, amelyben egykedvűség, az állatok szerénysége és érzelemmentessége, és a nagy indulatok is egyformán ott vannak. Csontváry nagyon érdekes műveleteket hajt végbe a kép elkészítésekor. Valamennyiünknek talán vannak ismereteink arról, hogy a hortobágyi kilenclyukú híd, ami a népi klasszicizmusnak egy kitűnő magyar műemléke, mennyire alacsony, alig észrevehető, szinte szemmagasságban létező technikai lelemény. Ezzel szemben a Vihar a nagy hortobágyon című képben a híd egy monumentális nagy szerkezet, megemeli a hidat, érdekes nagy pillérekre állítja a kilenclyukú hidat, és ezáltal monumentalizálja is azt, és ez a monumentális híd, mint emberi építmény, rendkívül alkalmas partnere a természeti eseményeknek. A monumentális emberi mű és a monumentális klimatikus események vagy meteorológiai viszonyok együtt adnak ki valami nagyon, nagyon súlyos és a formátum ellenére monumentális látványt a képen. Azt gondolom nagyon érdekes elemezni Csontváry festői odaadását is, ami a felületről teljesen nyilvánvalóan látszik. Nagyon sok időt tölt a képpel Csontváry. Ha valaki mondjuk ezeknek a kis ökröknek, tinóknak
a természetét vizsgálni kezdi, vagy ennek a gulyásnak a figuráját, a festő megjelenítését, vagy annak a komondornak ott a kép másik, a jobb oldalán, akkor azt látja, hogy Csontváry félelmetes odaadással és ügybuzgalommal lát hozzá ezeknek a felületeknek a megmunkálásához. Az elemzés során egészen világossá tudjuk önmagunk számára tenni azt, hogy Csontváry órákat tölthetett ezekkel a felületekkel, amint az alapozás után a kékre egy kis zöldet tesz, a zöldre egy kis barnát, a barnát megvadítja kékkel, egy kis rózsaszint visz a felületére, és mindezt ecsetnyomokkal is lehet látni. Pontosan követni tudjuk a megcsinálásnak ezt az odaadó, a legkisebb részletekre is figyelő folyamatát, ami végül is a kép egészében nem tűnik fel, és ezért szoktuk kérni a látogatókat arra, hogy nézzék közelről is a képeket, mert kitetszik belőle, hogy Csontváry a maga patikus alaposságával mint ad lehetőséget, megszólalási lehetőséget a felület legkisebb optikai minőségének is. A Vihar a Nagy Hortobágyon az egyik legfontosabb műve annak a mitológiai körnek, amely keretei között Csontváry a magyar tájjal, a magyar karakterjegyekkel foglalkozik. Ő később a fajtulajdonságok említésekor tulajdonképpen nem gondol semmi másra, mint azokra a figurákra, azokra a karakterekre, azokra az állatokra, növényzetre és arra a tájra, arra a léptékre, amit számára Magyarország jelent. Vannak Csontváry fanatikusok, akik végig látogatták mindazokat a tereket, tájakat, ahol Csontváry megfordult, és bár senki nem állítja azt, hogy Csontváry a legkisebb mértékben is megváltoztatta volna azokat a tájakat, azokat a volumeneket, kiterjedéseket, távlatokat, amelyek a tájra jellemzőek. Mégis megállapíthatjuk a dokumentációkból elsősorban, hogy Csontváry óriási átrendezéseket hajt végre a képek lebonyolítása, végrehajtása közben. Ilyesmire utaltunk már a Vihar a Nagy Hortobágyon című képnél is, hiszen teljes természetességgel változtatja meg a műemlékhídnak az arányait, csak azért, hogy monumentálissá tegye az emberi művet. Valami hasonló játszódik le a Selmecbánya látképe című festménynél is. A táj, amit a lencséjébe befog, monumentális nagy táj. Függőlegesen alul és fent, ugyancsak meglehetősen összeszorítja és tömöríti az eseményeket és a jeleneteket. Ennél fogva egy nagyon érdekes benyomásra támad az embernek, hogy mintha valamilyen mechanikusan torzító optikával tette volna rendszer szerűvé, szerkezetessé ezt a képet, és nem mond ellent egy pillanatra sem a valóságos természeti táj karakterjegyeinek ez a kép, mégis teljességgel más, mindenki ráismer, nagyon pontos és topográfiailag hiteles leírásokat alkalmaz Csontváry ennél a képnél, pontosan tudjuk, hogy melyik a bányászati és melyik az erdészeti akadémia, de mégis különbözik ez a kép a szokásos vedútáktól vagy látképektől, illetőleg ha itt a belvárossal szemben ma is fölállunk a domb tetőre, akkor egy sokkal tágasabb és sokkal kevésbé sűrű eseményű felületet fogunk látni. A Selmecbánya ahhoz a mitológiai körhöz tartozik, amelyben az Zrínyi kirohanásra, illetőleg a Vihar a Nagy Hortobágyon című. A Selmecbánya ahhoz a mitológiai körhöz tartozik, amely esetében említettük az Zrínyi kirohanását, illetőleg a Vihar a Nagy Hortobágyon című képet is. Miért is festette meg Csontváry ezt a művet? Nem csak a természeti táj, vagy a köznapi mezei munka szépsége ihlette meg. Sokkal rejtettebb és titkosabb jelentések vannak a képben, amelyeket csak nagyon közel és nagyon odaadó szemlézéssel tudunk feltárni. Igaz, hogy a városnak bűbájos az elrendezése. Nagyon megejtő, lírai és derűs ez az atmoszféra, amit érzékelünk. A kékeknek, a zöldeknek olyan káprázatos összjátékát jeleníti meg Csontváry, amihez foghatót tulajdonképpen egész életművében nem láthatunk. A természetnek a frissessége és az ereje nagyon-nagyon pontosan fel van tárva a képen. Nagyon jól látjuk, hogy mennyit küszködik Csontváry a festői megjelenítéssel, a technika hiányával. Nem rendelkezik azokkal a rutinokkal a festésmódot illetően,
amelyekkel könnyedén meg lehet oldani problémákat. Gyötri az ecsetjét, nagyon érdekes foltokat és tulajdonképpen a gicsfestők módszeréhez tartozó megoldásokat vet be, de hát ez a világon nem jut az eszünkbe, mert hiszen olyan harmonikus egységeket tud teremteni a kékek és a zöldek egységén belül, amelyek valóban teljes esztétikai kielégülést biztosítanak a számunkra. Tehát a kép egy harmonikus és lírai idill, ha úgy tetszik, miközben tájkép is, amelynek elemei, mint említettem, teljes topográfiai hűséggel írják le a várost. A város utcái feltárhatóak, pontosan lehet tudni, hogy a kálváriák hol vannak, és pontosan lehet tudni, hogy a templomok, a város fontos épületei hol helyezkednek el. Valójában egy derűs képeslap is lehetne ez a festmény, de sokkal több ennél. Az odaadó figyelem, ha közelről és alaposan feltérképezi a várost, felfedezi azt, hogy itt egy ünnepi napról van szó. Ezt az ünnepi napot egy kicsit zavarja a mezei munka itt az előtérben, kedves és megmosolyogni valóan esendő figurák foglalkoznak itt a füvekkel és a gerebjével, de ünnepi nap van a városban ettől még. Honnan tudjuk? A város házai, az utcák piros-fehér lobogókkal vannak feldíszítve. Valami nagyon fontos esemény történt a városban. A várost az esemény emeli ki a szürkeség semlegességéből, de nem tudjuk még, hogy mi az esemény. És megint a titkos jelentések övezetébe kerülünk, hogyha a pillantásukat arra az E betűre vetjük, amit a hegyoldalán látható. Az történik ugyanis, hogy Erzsébet királyné, Ferenc József felesége meglátogatja a várost, Selmecbányát, és Csontvári feltételek nélküli királyhűsége csodálatra ragadja. Dicséri Selmecbányát, gyönyörködik abban, hogy ezt a várost a királyné látogatja meg. Mitológiai esemény ez is. A város meg van szentelve azáltal, hogy a királynő kiszáll a pullman kocsijából, és a város főterén megmutatja magát. A város köszönti a királynőt. A kép erről szól. Fellobogozzák az utcákat, a házakat, a jelentős középületeket, szépen látszanak a nemzeti színű lobogok. A selmecbányai erdészek a pályaudvara szemközti domboldalon egy E alakú nyiladékot vágnak ki, kitermelik a fát úgy, hogy a királynő kiszállva a vonatról, az állomás elől fölnézve a hegyekre, azonnal találkozhasson az ő nevének kezdőbetűjével. A város erdészei köszöntik a királynőt. A város köszönti a királynőt. A természet műve, a nyárnak ez a bőséges és dús minősége, a királynő látogatása, a selmeci gazdálkodók szorgalma, az erdészek királyhűsége szövődik össze ezeken a titokzatos kis jelentéseken keresztül egy nagyszobású program részévé, amely nagyszabású program azután majd a további csontvári képeken fog megvalósulni.